egy angyal begyere. Jaj! Csöngettek, Béla! Jaj. Atyúristen, csak nem a feleségem jött vissza. Mi lesz velem? Jaj, jaj. Nem azt mondtad, hogy a Márta elutazott Spártába? Nem, drága Jolikám. A feleségem az a Sára. És az elutazott Máltára. Egyébként mindegy. Akkor nézd meg azért, hogy ki az. Kimegyek, megnézem. A halál vagyok. Haj. Én még azt hittem, hogy a feleségem jött meg. Hajrá, jó. Én a halál vagyok. És kit tetszik keresni? Eljött az időd, érted jöttem. Itt valami félreértés lehet. Nem, ütött az órán. Hagyjuk ezt, ütött, megmondom őszintén, én feleségem elutazott, és én most itt ezzel a kis hölgyikével egy kis etyepetyére készültem éppenséggel. Semmi etyepetye! Készülj a halálra! Ütött az utolsó órán! Hagyjuk ezt az órát már a fenébe! Ezt már egyszer elmondta. Mondom, én egy kis etyepetyére készültem itt ezzel a hölgyikével. Na de ide figyeljen, tisztelt halálom, ha már itt van! Nem lehetne magával úgy beszélni, mondjuk, mint férfi a férfival? Állj! Én nem férfi, én a halál vagyok. Én meg a Kovács Béla. Na? Ki az, Béla? Hát senki, drága, csak a halál van itt, nem számít. Ja. Ja. Gyere velem a pokolba. És miért éppen a pokolba? Hát miért te, mire számítottál? Hát én megmondom, hogy egy kis etyepetyére itt ez a kis hölgyikével bent a lakásba. Csak 10 000 évig fogsz égni a tisztító tűzbe. Na nem bánom, elég gyöszött vagy, utána kávészünet. Hát mit te mondjak, nem egy biztató kezdet, és tessék mondani, tisztelt halál úr, fellebbezni esetleg nem lehetne? Hát nem. Hát nem. Na de hogyha már itt van kedves halál úr, akkor fáradjon, báljam, megkínálom egy kis itókával. Szolgálatban soha nem iszom. Hát akkor majd egy kis kávéval, vagy egy itollal, na de mindegy, foglaljon helyet. Mindjárt igyon egyet, mert ez legalább meglátszik. Ha még van 3 nagymamám. 4 öngyilkos jelöltem, és egy cicamicám. Jó, halál úr, hagyjuk azt a cicamicát a fenébe. Ja, de majd elfelejtettem, drága halál úr, az a kedves kis hölgyikeit ön mellett, ez a Julika drága szívem virága. Örvendek. Na, ne arra beszéljük, inkább ők kicsodák. Hát, ha minden így folytatódik, ő az özvegyem és a 3 kis árvám. Maga tényleg egy igazi halál. Igen. Ez tök izgi. Adna egy autogramot? Hát ne. Na, léci, ez a Béla utolsó kívánsága. Na, drága, azért nem úgy van. Te csak ne osztogasd, főleg a halál úrnak azért utolsó kívánságomat, ha lehetne. De miért? Nem azt mondtad, hogy meg tudnál halni, értem? Hát ezt így is érthetném, de ez egy szólásmondás. Na de mindegy, hagyjuk ezt, Julika, hosszú ez. A pokolba kerülsz, aranyapám, de nagyon. Na, látom már, jól érzi magát. Milyen a pokol? Tényleg, vannak ott pici, piros, cuki ördögök? Ja, Istenem, de még mennyire, hogy vannak? Látom, hol ára jól a húzatja, akkor megkínálom én is igyon egyet. És tényleg megfőzik a Bélát. Na, drága Julika, de csak ne hagyjál főzési tanácsokat, főleg ne a halál úrnak. Olyan lecsót főzek a Bélából, hogy még a Szászói Lecsó Fesztivál is nagy díjat nyerne. Mint a pokol konyhájában? Emlékszel, Béla? Nem emlékszek, miért ennyi volt, megfőztek? Hát ha... Ja, ha csak te nem főztél meg, esetleg... Na de álljunk meg, itt az utolsó alkalom, itt az utolsó lehetőség, hogy lecsó legyen belőled. Na de hát én élni szeretnék. Hát nem lehet. Hát emlékszel, hát ezzel tudod. Hát én vagyok a... Na, tisztelt halál úr, ezt már vagy 50-szer elmondta. Na most ide figyeljen. Mondd nekem egy nagyon jó ötletem. Na. Mit szólna ahhoz, hogyha helyettem elvinnél a Julika drágát magával? Hát nem egy rossz ötlet. Maritgógyi. Béla, na. Te
odaadnál engem a halálnak. Miért nem? Mint a sics. Hát akkor lassságos kiszasszony. Jolika. Tessék szíves lefáradni velem ide a pokolba, je. Jó, de lehet egy utolsó kívánságom? Lehet. Miért nem? Minden halálra ítéltnek jár az utolsó kívánság. Miattam? Természetesen akkor lehet. Dögölj meg! Megfoglak, kérem szépen. Nagyon szépen köszönöm. Béla, te jössz! Hagyjál engem végén, hagyjál, Julika! Yeah.